Sziasztok, remélem jól vagytok. Itt van egy kis beszélgetés két barát közt, és egy legközelebbi videóban megmagyarázom nektek, hogy miről volt szó. Most csak próbáljátok megérteni, és sok szerencsét. Sziasztok, nem sokára találkozunk egy másik videón, amin megmagyarázom, hogy mi volt. Ciao! A munkát úgy kell mondani, hogy travail. Travail. De mi mindenféle másképpen is mondjuk azt, hogy munka, mint például boulot, vagy taf, vagy angolul job. Szóval travail, a munka, az lehet boulot, tough job. A ruhákat úgy kell mondani, hogy vêtement. Vêtement. De mi úgy is mondjuk, hogy fringue, vagy affaire. Affaire az a cucc lenne, vagy holmi. Affaire. A pénzt úgy kell mondani, hogy argent. De mindenféle, nagyon sokféle módon mondjuk azt, hogy pénz franciául, mint például, szóval argent, az a rendes szó, ahogy tanuljátok. De úgy is mondjuk, hogy fric, vagy blé. A blé az a búza, blé. Akkor azt is mondjuk, hogy bal, az a labda. Tün, az úgy konkrétan nem nagyon jelent semmi mást, mint az, hogy pénz. Nagyon régen azt is mondták, hogy brick, az a tégla, de a bricket azt most már, amióta nincs francia frank, azóta már nem nagyon használjuk azt, hogy brick. Lakni, azt úgy mondjuk, hogy habiter, lakni. De máshogy is mondjuk, mint például loger, vagy crèche. Bon ben, ce matin, je dois aller au taf. Bah ça alors, t'as trouvé du boulot? Ouais, un truc. Enfin, voilà quoi. Ah bah c'est cool, tu vas pouvoir me rendre mon fric. Que dalle, mec, je dois payer mon loyer avant. Mais dis pas n'importe quoi! Tu payes même pas de loyer, tu crèches encore chez ta mère. Mais pas du tout, arrête de m'enquiquiner. D'ailleurs, t'as pas 100 balles. Bah, non. Enfin, voilà quoi. Non mais j'en ai besoin parce que bon... Enfin, voilà quoi. Bah non, quand même. Tu me dois déjà pas mal de blé, c'est bon là. Ouais, mais j'ai plus une thune en ce moment. Ouais, bah c'est pas mon problème mon pote.